Ez a korabeli felvétel örökítette meg, ahogy II. János Pál pápa 1991-ben Mária Pócsra látogatott, és 300 ezer hívő előtt celebrált Szent Misét. Erről a látogatásról is megemlékezett Nagy István agrárminiszter ünnepi beszédében. Ezen a napon nem csak magyarul, hanem szlovákul, ruténül, ukránul és románul is köszöntötte a zarándoklat résztvevőit, akik a Szentatyával együtt 3 évszázad zarándok menetéhez csatlakozva köszöntötték a könnyező szűz csodatevő szent ikonját. A tárcavezető azt mondta, büszke arra, hogy maga is részt vehetett a döntésben, hogy Mária Pócs része legyen a Hungarikumok gyűjteményének. Így már 79 tagja van a magyarság értékeit felvonultató listának. Azt hiszem, hogy Mária Pócs eleve pont egy híd szerepet tölt be, hiszen a keleti és nyugati egyház közötti kapocs találkozási hely. És ez a hungarikumán nyilvánítás is csak erősíti ezt. Ki is mondtuk azt, amit éreztünk szívünkön belül, éreztünk mindnyájan, hogy igen, szerves része, elválaszthatatlan része a magyar kultúrának, a magyar hagyományoknak, a magyar hitéletnek. És nagyon boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek a döntésnek, és hogy idén úgy döntött a Hungarikum Bizottság, hogy a Mária Pócsi kegyhely és búcsójárást azt a hungarikumok gyűjteményébe emeli. Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés elnöke arról beszélt, nem csak Mária Pócs gazdagodik azzal, hogy hungarikummá vált. A nemzeti értékek gyűjteménye is több lesz általa. Mária Pócs ugyanis képes a keresztény értékekre irányítani azok figyelmét is, akik korábban nem érdeklődtek iránta. Hozzátesz a hungarikumunk gyűjteményéhez Mária Pócs, ez a páratlan vallási, kulturális, közösségi érték, amely a megyének nagyon-nagyon fontos értéke volt eddig is, attól függetlenül, hogy hungarikum-e vagy nemzeti értéke, de azt gondolom, hogy gyarapítja ezt a sort, gazdagítja ezt a sort, amiben most már Mária Pócs is beletartozik, és hát remélhetőleg olyan embereknek is felhívja a figyelmet erre a értékre, akik esetleg nem ismerték eddig még, vagy távolabb állnak tőlük a vallásos, spirituális értékek. Remélhetőleg egy felkiáltó jel azok számára is, és tekintetüket Mária Pócs felé is az égre fordítják ezentúl. Az elismerő oklevelet Nagy István miniszter adta át Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitának. Az egész magyar és Magyarország határain túlélő görögkatolikusok nevében köszönöm szépen. A Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely igazgatója abban bízik, hogy az elismerés utat nyit mindenki számára ahhoz, hogy megtalálja magában a keresztény értékek iránti érdeklődést. Évente több tízezren látogatnak el Mária Pócsra, a turisták száma vélhetően nő a mostani díj után. Azt valószínűleg tartom, hogy arra, hogy Mária Pócsi és a zarándoklatok búcsúk a Hungarikum gyűjteménybe bekerültek, az olyan emberekhez is eljuttathatja Mária Pócsnak a hírét, vagy az érdeklődést Mária Pócs felé, akik inkább turistaként közelítenek Mária Pócsot, akik nem búcsúra, nem zarándoklatra, nem lelki feltöltés, nem szertartásokra akarnak jönni. És azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert Magyarországon egy nagyon erős réteg van, akinek gőzés nincs arra, hogy mit jelent keresztények lenni. Csak beszélnek róla, de nem tudják. De és ez remélem, hogy Mária Pócs, illetve a hungarikumságunk abban segíteni fog, hogy ide többen eljönnek, esetleg hétköznap is, esetleg lelki gyakorlat, esetleg néhány napot eltöltenek, és megtalálják Istent, megtalálják önmagukat, megtalálják a kereszténységüket. A Mária Pócsi kegyhely hazánk kiemelt épített öröksége, a Mária Pócsi búcsú pedig a kárpát-medencei görögkatolikusok lelki, szellemi hagyatéka. A Hungarikum Bizottság idén júniusban döntött arról, hogy a Mária Pócsi kegyhelyet és a búcsút felveszi az immár 79 értéket képviselő Hungarikumok gyűjteményébe.